A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy varázslatos hölgy a vendégem, aki ha úgy tetszik, otthonról hazajött, és egy idézetet mondanék igazából, a jó színház társként kezel, soha nem alattvalóként, olyan, mint a szerelem. Soha nem adhat válaszként kész megoldásokat, ezt nem más, mint Hargita Iván barátom mondta, aki sajnos már nincs velünk itt a Vörösmarty Színházban, és hát a vendégem pedig Decsi Edit, aki hosszú idő után, ha úgy tetszik, otthonról hazajött a Vörösmarty Színház színművészeként. Köszöntelek, szervusz, örülök, hogy itt vagy. Szervusz, köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Igen, hát színházról fogunk beszélgetni, illetve egy kicsi lányról, aki elindult azon az úton, amit megadott neki az álmai, illetve az élet és a tehetsége természetesen. Beszéljünk a családodról, hiszen egy székesfehérváriként köszöntelek újra. Azt tudjuk, hogy úsztál, szinkron úsztál. Viszont nyilvánvaló, hogy fontos az a pillanat is, amikor valaki belekóstol, verset mond, vagy színházat tekint meg. Hogy mikor fertőzött meg engem a színház tulajdonképpen? Fú, igen, ez egy folyamat volt, azt hiszem, tehát nem tudok egy pontot kiemelni. Kicsit ilyen gyerek voltam már általános iskolában is, hogy énekkarba jártam, versmondó versenyre jártam, tehát mindenbe ott voltam, sőt, kémia versenyre, tehát hogy nem volt különösebb érdeklődésem, de valahogy úgy szerettem részt venni a dolgokban, gondolom a csapat munka miatt, vagy szóval a közösségi élmény miatt. Én ezt így utólag így fejtettem meg magamnak, és mindemellett sportoltam, szóval hogy minden lében kanál voltam, ezt szoktam mondani. És 10 éves voltam, amikor a Vörösmarty Színházban volt egy, hát ma már így mondjuk szépen, hogy casting, ahol gyerekeket kerestek, Olivert és társait, az Oliver című musicalhez kerestek gyerekszereplőket, és akkor beválogattak, és nem kellett más tenni, mint énekelni, táncolni. És akkor talán voltunk vagy 20 gyerekek benne, és akkor is egy nagyon jó kis közösség jött össze, megláthattam, hogy milyen a színház belülről, és onnantól minden évben volt egy olyan darab, amihez gyerekeket kerestek, és én mindig meg is próbáltam, több-kevesebb sikerrel be is válogattak. És így. Ez nyilván megerősítést jelentett, de a hogyan továbbról még nem döntött. Ahhoz kellett egy olyan impulzus, mondom én, ami... Ehhez hozzájárult, gondolom, hogy 16 évesként, statisztaként még egyszer kipróbáltad magad, ami biztos, hogy megerősítést jelentett. Az az igazság, hogy még soha nem vettem itt sorra, hogy pontosan milyen darabokban voltam. Azt tudom, hogy 9-10 évesen az első az Oliver volt, és utána talán 12 éves voltam, amikor a Holdbeli Csónakosban is gyerekszereplőként részt vehettem. És egy idő után kinőttem abból, hogy gyerekszereplő. Tehát már nem is próbálkoztam. Voltam még a Legyetek jog, ha tudtokba, illetve a Jézus tanítványaiba, és egyszer csak itt már annyira ismertek a színházban, hogy tudták, hogy ha nekik kell egy fiatal lány, akkor engem hívhatnak. És 16-17 éves lehettem, amikor statisztákat kerestek ide Fehérvárra, tehát csoportos szereplőket, és volt egy lány, aki az utolsó pillanatban az egyik bemutató előtt, a Szeged Szeggel bemutató előtt visszamondta ezt a feladatot, és akkor nekik gyorsan kellett valaki, aki 2 hét alatt beugrik, és ott van az ő helyén, és akkor felhívtak, hogy bár még nem vagyok 18, tudják, hogy gimnáziumba járok, de hogy nekem lenne kedvem, és természetesen, hogy volt kedvem, viszont az iskolával is ezt meg kellett beszélnem. Tehát Vasvár is volt. Igen, a Vasvári Pál gimnáziumba jártam, és emlékszem, hogy akkor lementem az igazgatóságra, hogy hát hogy megint lenne egy ilyen színházi dolog, mert ugye ez azzal jár, hogy 10-től 2-ig van a próba, tehát sokat az iskolapadot nem koptattam, sajnos mondhatom ezt, mert hogyha nem a színház miatt, akkor a sport miatt hiányoztam az órákról, de azt tudtam, hogy nem akarok magántanuló lenni, mert akkor nem fogok tanulni. Tehát akkor az van, hogy jön egy vizsga, és akkor nekem le kell ülni és tanulni kell. Sokkal jobb ez így, hogy amikor csak tudok, ott vagyok, és ugyanúgy a többiekkel tanulok és vizsgázom. És akkor azt mondták, hogy ha engem nem zavar a tanulmányi átlagom, akkor menjek. És hát így 16-17 évesen persze a továbbtanulás már ott lebegett a fejem fölött, de jobban érdekelt az, hogy ennek a részese lehetek. Ki volt az, aki segített, illetve megerősítést adott abban, hogy ez lehet a jövőd? Vagy kik voltak?
Hát nyilván a családom részéről mindig volt egy megerősítés, de nem is abban, hogy akkor dicsértek, vagy esetleg nyomtak e felé a pálya felé, hanem mindenben támogattak. És ezt tényleg nagyon büszkén mondom, és nem is a színházat mondom példaként, hanem ugye mellett ott volt a sport, és például nekem a nővérem úszó volt, nagyon sikeres úszó volt, én pedig akkor már szinkronúztam, és volt olyan, hogy reggel 6-kor bizony 2 különböző úszodába vitt apukám minket reggeli edzésre. Vagy például én válogatott szinkronúszó voltam, és heti 2-szer bizony felvitt apukám edzésre Budapestre, megvárt, és este visszahozott, mert gimnazistaként másnap iskola volt. Szóval nagyon sok támogatást kaptam tőlük, és ugyanígy volt ez a színházzal kapcsolatban is, hogy ők soha nem mondták, hogy nem. Igazából visszajelzést, az pedig ezeknek a castingoknak, vagy válogatóknak a sikere. Igen, hát az egzisztencializmus, mint tudjuk, a döntés felelőssége. Valaki dönt, vagy elveszik. Kecskemét. Ez tudatos döntés volt a részedről, hogy Kecskemétre indulsz, és a pályafutásodat ott kezded, abban az értelemben, hogy nyilván a színjátszó pályafutásodról beszélünk. Én a Kaposvári Egyetemen végeztem, és mi voltunk az első olyan kaposvári osztály, akik egyetemi képzést kaptunk, tehát nem 3 éves főiskola volt, hanem 5 éves, és ezáltal egy kicsit kísérleti osztálynak is mondhatom a miénket, tehát nagyon fontos volt az az intézmény számára, hogy nekünk legyen gyakorlati helyünk, illetve a továbbiakban majd szerződésünk. Jó csapat voltatok? Nagyon. Mondhatom, most lekopognám, de hát nem mondom azt, hogy legendás, nem tudom mi az, ami egy kicsit kisebb szó ennél. Nem kell kisebb szó, mert nyilván, amikor látjuk azokat, akik ott végeztek Kaposváron, Mohácsi János osztályában, ugye, tehát ez egy fantasztikus csapat. És ez a lényeg, hogy csapat. Tehát, hogy a mai napig összejárunk évente minimum 2-szer, egy osztálykarácsonyt tartunk, illetve egy évadzáró bulit, ami hamarosan esedékes. Az az igazság, hogy a legjobbkor vettek fel, ugye 3. próbálkozásra sikerült nekem a felvételi, és azt hiszem, hogy utólag ez nem kérdés, tehát hogy ebbe a közegbe kellett kerülnöm. És visszatérve az előző kérdésedre, akkor igazából nem mi választottunk, hogy hova megyünk tovább, hanem segítettek minket a tanáraink, és jött ez a megkeresés, hogy Kecskemétre többet magammal oda szerződtem. Igen, ezzel folytatjuk, de egy kicsit még menjünk el Kaposvárra. Mik voltak az erényeid? És miben kellett úgy fejlődnöd, ami nyilvánvaló, hogy azért benned van az öntudat is, hogy tudtad, hogy igen, ez rendben van, viszont azokat az erényeket még jobban kiteljesítetted, amelyek már megvoltak. Hát azt hiszem, hogy önismeret. Tehát abban kellett fejlődnöm. És nagyon-nagyon tartalmas volt ez a 4 év, amit ott töltöttem ezzel a kis csapattal. Egymásra voltunk teljesen hagyva, vagy hagyatkozva. Testvériség, bajtársiasság, ezek a szavak jutnak eszembe. Tehát, hogy nem tudom, mindenki egy kicsit a testvérem, mindenki egy kicsit a szerelmem, minden problémát közösen éltünk meg, minden örömöt is közösen éltünk meg, és ez az, ami minket így nagyon összehozott. És tényleg rengeteg, sajnos tragédia is történt, és öröm is történt a mi osztályunkkal, ugyanis az egyik osztálytársunkat elvesztettük évközben. És hát egyébként sem volt olyan könnyű azért, hogy Kaposváron jó messze ennek a 18, a végére 12 embernek a kis élete, mert mindentől el voltunk zárva, és csak az egyetem. Reggeltől estig, és egymás társasága, úgyhogy nagyon egymásra hangolódtunk. Hogy nekem mik voltak az erényeim, vagy miben kellett fejlődnöm, tényleg az önismeret, tehát magamat kellett úgy megismerni, hogy ne akarjak megfelelni. Azt hiszem, hogy ez jön a sportból, ez jön abból, hogy nagyon sok mindent csináltam, hogy egy kicsit ebből engedni, hogy teljesítsek, hogy ez ne teljesítés legyen, hanem ezt én éljem, és tudjam azt, hogy én Decsi Editként mit jelentek, és ez van, és sajnos, hogyha ez nem jó, vagy nem kell, akkor... Igen, hát egyébként az önismeret helye közel IQ függő, úgyhogy ezzel nagy probléma nem lehet. Tehát ugye én vagyok magamnak, néked én te vagyok, és így tovább. Viszont Kecskemét. Tehát a végzős számára az rendkívül fontos az első meghívás, az első invitálás, ami komoly, hiszen egy olyan jövőképet kell nyújtani egy ifjú színész palántának, vagy végzett színésznek, ami számára is fontos és meghatározó. Csodálatos, 9, majdnem 10 évet töltöttem ott.
ugyanis a gyakorlati évben két fiú osztálytársammal együtt kerültünk oda, tehát megvolt az a kis biztonság, hogy nem egyedül kell helytállnom. Ráadásul abban az időszakban Kecskeméten több olyan rendező is rendezett, akik engem tanítottak a Kaposvári Egyetemen, tehát még mindig volt, tehát nem volt ez egy hirtelen leválás, hanem volt egy kicsi ilyen biztonságérzet, egy kis családiasság, ami mindig így végigkísért. Nagyon hamar elfogadott, befogadott a társulat, nagyon szerettem, én ott éltem Kecskeméten, tehát leköltöztem és ott éltem, és szerepeket nézve is mindig egyre több, vagy egyre nagyobb feladatom lett, ugyanis az is nagyon szerencsés helyzet, hogy ugye vidéki színház, minden van a repertoáron. És amikor oda szerződtem, akkor egy évben 5 bemutatom volt. Azt szerintem sok. Az azt jelenti, hogy én elkezdtem augusztusban dolgozni, azt bemutattuk szeptember vége, október eleje, játszottam azt a darabot, és már próbáltam a következőt, amit bemutattam. Játszottam már 2 darabot, és próbáltam a harmadikat, szóval így szépen egyre több szerepem és feladatom lett, és a terhelést is megszoktam. Mindemellett volt ebben 1 órás mese főszerep, ami ének, tánc, végig kell tolni, és a gyerekek figyelmét fenntartani nagyon intenzíven, nagy színpadon. Volt benne néha kis operett, ilyen kis gálaestek, ahol az egész társulat részt vett, mert azért nem a zenés a főműfajom, azt hiszem. Volt benne, nem tudom, dráma, volt benne vígjáték, és ugye Cseke Péter az igazgatója a Kecskeméti Színháznak azóta is, és hát ő azért, tehát hogyha valamit, akkor tőle például a vígjátékokról nagyon sokat tanultam. Tehát az első év az kulcspillanatokat hordozott, ebben megegyezhetünk mindenképpen. És aztán a következő évek is. És az a fajta stílus, amit ha valaki mindent játszik, ugye mindent is mondják most 21. századiasan, az sokat jelent? Nekem igen, nekem sokat számított. Mert hogy... ugye a vidéki színházakról beszéltünk, hogy itt óhatatlanul is rendkívül fontos, hogy a törzsközönség ne csak egyfajta darabot játszon, ne csak 21. századi, hanem klasszikus darabok, musicalek, minden. Nekem azt hiszem, hogy ha most visszagondolok arra az időszakra, akkor azt látom, hogy biztos volt olyan, hogy valami ellen ágáltam, meg miért kell ezt, és miért nem azt, biztos tudom, hogy ilyen kis lázadozó voltam. És most már azt látom, hogy minden kell, és nagyon jó is, hogy mindenben kipróbálhattam magam, és mindenből egy picit tanultam, vagy pedig azt megtanultam, hogy tudok mondjuk egy bizonyos műfajban, vagy bizonyos rendezőnél a saját ízlésem, és a saját véleményem, és jó akaratom, és munkám szerint részt venni. Tehát többet akartál napról napra. Igen, igen. Miként lehet kezelni a visszaigazolást? Hiszen tudjuk, hogy egy kisvárosban, mert valljuk meg Kecskemét, illetve Székesfehérvár is kisváros, de ezzel így van Budapesten kívül bármelyik színház, bármelyik színművésze, egy szűk kör jár színházba, de a visszaigazolás akkor is nagyon fontos. Én imádtam, és nagyon hiányzott is, ugyanis már maga a csapatmunka is, amit említettem, tehát a társulatban való lét, az nekem fontos volt. Hát egyszerűen így érzem jól magam, tehát nem vagyok egy magánzó, hanem inkább így szeretek csapatban dolgozni és létezni, és ezt megadta ez a kisvárosi lét is, főleg az, hogy ott éltem, és szépen lassan, hogy azért, nem tudom, a boltban a mögöttem a kislány megkopogtatja a vállam, hogy én tegnap láttuk a Szerelem című előadást, és hogy jaj, nagyon jó volt, és egyre több ilyen visszajelzés jött, tehát, és ezektől én mindig így elámultam, hogy tudják, ki vagyok? Tehát én onnan indultam, és még a mai napig itt tartok egyébként, hogy tudják, ki vagyok? És ez kicsit így a szakmában is sokszor eszembe jut, hogy úristen, tudja, hogy én létezem? Egy kollega tudja, hogy én hiába nem játszottunk még együtt, hallott már rólam, tehát ezekre így rá tudok naivan csodálkozni, és ilyen volt Kecskemét városának a szeretete is, ahol aztán tényleg olyan is előfordult, hogy egy étteremben ülve kértük a számlát, és mondta a pincér, hogy ott a szomszéd asztalnál már kifizették, és szerettük volna megköszönni az illetőnek, és mondták, hogy ő már elment, csak hogy a művészeknek az ebédét. Általában az ilyen elismeréseket alűrök kísérik, de úgy tűnik, hogy ez nálad nem így történt. Lehet, hogy ezért. Mert az alűr talán ilyen negatív fogalom ebben az értelemben. Igen, de értem, mire gondol, és talán ezért, hogy még mindig ilyen naivan tudok erre rácsodálkozni, talán ezért nem lett ez egy ilyen alűrös dolog. És mindig mosolyog a szemed. Igen. Azt látjuk, jó. Hát mert örülök ezeknek a helyzeteknek, hát annak is, hogy például most itt ülhetek. Mi hozott haza? Hiszen 10 esztendő egy színházban lehet, hogy soknak tűnik, az mondjuk
két ciklus, meg egy kicsi. És hát azt tudjuk, hogy a Vörösmarty Színház az elmúlt időszakban bizonyos értelemben nagyon sokat fejlődött, abban az értelemben legalábbis az elmúlt 11 néhány esztendőben, hogy Budapest közelsége sokat segített abban, hogy fantasztikus színészek szerződtek ide, és most te is beteljesítetted azokat az álmainkat, hogy újra köszönhetünk itthon. Igazából egy telefon. Én nem egyből Kecskemétről jöttem, hanem volt két és fél évnyi szabadúszásom, és valahol egy kicsit féltem attól, hogy vajon még gondolnak-e rám színésznőként, tehát hogy lesz-e egy olyan, ráadásul a mai világban ez nagyon ritka, hogy megcsörren a telefon, és azt mondják, hogy figyelj, beszélgettünk, és te jutottál leszünkbe, hogy nem tudom ezt, hogy hangzott már, de hogy szeretnénk, hogyha lejönnél Fehérvárra játszani. Ez így történt. Nekem novemberben megcsörrent a telefonom, és kihangosítva a Fehérvári Színház vezetősége felhívott, ugyanis Bagó Bercivel, Bagó Bertalannal és Horváth Csabával én már dolgoztam korábban Kecskeméten. De csak egyet-egyet, tehát igazából nem volt ez egy ilyen óriási múlt, amivel mi rendelkeztünk. Viszont amikor én eljöttem Kecskemétről, az tény, hogy kevés embert hívtam fel, hogy segítsen nekem munkát találni, de mindkettőjükkel kapcsolatban voltam. Hogyha ők bárhol az országban rendeznek, akkor gondoljanak rám, mert szívesen dolgozom velük. Ez megtörtént egy 3-4 évvel ezelőtt. Milyen volt a szabadúszó időszakod? Nagyon egyébként, hát majd kíváncsi vagyok, hogy meglátszik-e a munkában a továbbiakban, de nagyon-nagyon furcsa és izgalmas, ugyanis azzal, tehát eljöttem Kecskemétről, akkor azért, mert kaptam egy felkérést máshova, és nem tudtam volna Kecskeméttel összeegyeztetni, és úgy gondoltam, de csak egy darabról volt szó, nem szerződésről, úgy gondoltam, hogy 10 év után nekem kellenek az új impulzusok, és szeretném megnézni, hogy most már az a családias közeg, ami az elején biztonságot nyújtott, hogy ismerem a színészeket, a tanáraim, a rendezők, 10 év kellett ahhoz, hogy megerősödjek annyira, hogy itt vagyok Decsi Editként, és most szeretnék tovább menni, hogy akkor hogy állom meg a helyem. Vagy hogy egyáltalán magamról elhittem azt, hogy én most már tovább tudok menni. Tehát megjött a bátorságom, és akkor inkább elmentem egy darabra máshova, és mivel ezt nem tudtuk összeegyeztetni az évaddal, ebben állapodtunk meg az igazgató úrral akkor Kecskeméten, hogy akkor én menjek és próbáljak szerencsét. És aztán megcsörent a telefonom, és jött a telefon, hogy hallottuk, szabadúszol, és mi szeretnénk lehívni Szolnokra. Igen. És akkor voltam Szolnokon. Tehát, hogy így szép lassan, én sokat nem tettem egyébként, tehát nem kezdtem el, nem tudom, ilyen pánikszerűen telefonálgatni, mert azt tudtam, hogy akikkel szeretnék dolgozni, azoknak jeleztem, hogy elérhető vagyok, és ennél többet nem nagyon tudok tenni, nem szeretnék nagyon nyomulni. Ezt azért is megtehettem, ugyanis amikor felmondtam, vagy eljöttem Kecskemétről, utána egy fél évvel engem elhívtak egy castingra, az M2 Petőfi televízióhoz, műsorvezető castingra. És hát beválogattak, és én elkezdtem műsorvezetőként dolgozni. Kaptam egy divatmagazint, aminek a címe Stiló volt, és aztán látták, hogy egy kicsi affinitásom van az emberekhez, és éppen ezért elkezdtem riporterként is dolgozni, és úgy szépen beletanultam, és a végére már én voltam a szerkesztője a saját műsoromnak, és éppen forgattam, amikor jött a telefon Fehérvárról, és akkor nagyon örültem, mert féltem attól, hogy azt gondolják, hogy én úgyis tévézek, és el vagyok, és nem vagyok elérhető színház számára. És nehéz döntést hoztál? Megmondom őszintén, hogy 3 napig nem ettem, nem aludtam, nem tudtam, hogy most akkor ez hogy lesz, meg hogy nem lehet, hogy a kettőt együtt, és tudtam, hogy nem. Nem. Tudtam, hogy nem, nagyon más világ, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy mindig is ezt akartam. 10 éves korom óta ebben a világban vagyok, és jól érzem magam. 3-szor felvételiztem Kaposvárra azért, hogy én bekerüljek ebbe a közegbe, és azoktól tanulhassak, akiktől szeretnék. És jön egy ilyen lehetőség, hogy felhívnak a szülővárosom színházából, hát ez miért kérdés? De rendkívüli kihívás azért. De úgy döntöttem akkor, hogy derüljön ki. És akkor még csak arról volt szó, hogy a 2023-24-es évad második felére. És nem tudtam, hogy darabra jövök, állandó tagnak jövök, lesz a szerződésem jövőre, de úgy voltam, hogy ezt nem hagyhatom ki. Na, ez olyan, mint egy tanmese. Mint abban az esetben, hogy egy hivatását vállaló, szerető
azt mondom, hogy tehetséggel bíró ifjú hölgy miként választ magának újabb várost, mert hogy az, hogy hazajöttél, az fantasztikus. Mi fogadott? Hiszen nyilvánvaló, hogy azért az nagyon-nagyon fontos. Azon felül, hogy székesfehérvári voltál. Igen. De azért egy színházi közeg ennyi idő után, az mindig más. Persze az, amire én emlékszem, mint Vörös Marti Színház, teljesen más. Én még, nekem emlékeim a régi épülethez kötnek ráadásul. Már ebben az új épületben is voltak előadásaim, de hogy főleg a régi épület, régi társulat, és az az igazság, hogy iszonyat izgatott voltam, hiszen nagyon sok, vagy hát több embert ismerek a társulatból, akik már akkor itt voltak, amikor én itt gyerekszereplőként részt vettem előadásokban, és ők emlékeztek rám, ugyanis én vissza-vissza járogattam, mindig volt egy-két jó szavuk, Editke, hogy vagy, olvasom, látom, hol vagy, tehát vannak ilyen színészek, akiknek én, ezt szoktam mondani, hogy a bokájuknál guggoltam a fűben, mint kisbogár, és most pedig kollégáim is. A színházzal szembeni cukrászdában ott ültetek őten. Igen. Az egy csoda csapat volt önmagában. Mert hogy hozzáteszem, hogy azokon a kollégákon kívül, akiket már így régről ismertem, van egy újabb generáció, jó. És ők pedig csodálatos, csodálatos emberek. Tehát olyan befogadóak, olyan segítőkészek, olyan közvetlenek voltak, és emberként, tehát még nem is a szakmaiságról beszélek, hanem egyszerűen az első pillanattól kezdve nagyon, nagyon kedvesek voltak velem, és akkor én is úgy éreztem, hogy akkor most ez tényleg jó. Tehát Prohászka püspök után tudod a téren, azt mondja a kiírás, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy én, akkor ezt elmondhatod most. Hogy van benne egy ilyen? Igen. Van. Igen, pont egyébként azt hiszem, hogy hát ezáltal, hogy egy kicsit elszakadtam a társulati léttől, így felerősödött bennem az, hogy mennyire szeretem ezt, és mivel nagyon sok nehézséggel és akadállyal találkoztam egyébként az eddigi pályámon, amiket hát túllendültem, ezért most már nem azt mondom, hogy nem lepődök meg semmin, de miért ne a jó részét nézzem? Vannak szerepálmaid? Nincs konkrét. Nincs. Jó csapatban, vagy például az is vonz, az is vonzhat egy munkában, hogy ki rendezi, vagy ki a kollega, vagy mi a szerep, tehát hogy most minden, itt szerencsénk van ebben az értelemben, hiszen Szikora, Bagó, Horváth Csaba, Telihai egy csodacsapat ebben az értelemben. Így van. Így van, és ugye egyikőjük se olyan ember, akivel nem tudom, már 4-5, 6-7, 8-at dolgoztam, szóval most már túl vagyunk ugye az Ifigénia Aulisban bemutatóján, ami Lubicka? Lubicka voltál benne? Hát ezt nem tudom. Én azt láttam. Ezt döntsék el a nézők. Hát dolgoztam. Én ennyit tudok hozzátenni, és az nagyon fontos, vagy talán ezt tanultam meg az évek során, hogy azt hiszem, hogy az egyetlen szabad döntés, amit mi saját magunk számára meghozhatunk minden egyes nap, minden egyes reggel, az a hozzáállás. És azt hiszem, hogy ennek a tudásnak a birtokában, tehát luxus megengedni azt, hogy én ne szeressem azt, amit csinálok. Tehát egyszerűen tök jó, imádom, hogy Fehérváron vagyok, annyira jó, hogy olyan emberek, akiket régen is ismertem, és most nem csak a színészekről beszélek, hanem a házban dolgozókról, az ügyelő, a súgó, aki tényleg 10-12-14 évesen látott engem, és most itt állhatok, és nem azt mondom, hogy most akkor bizonyítanom kell, hanem egyszerűen egy jó, támogató, baráti közegben érzem magam, ahol bátran megmutatom azt, amit eddig magamról kiderítettem. Tehát megérkeztél, kimondhatjuk. Remélem, igen. Nos, hát akkor történjék továbbra is így. Mi nagyon kíváncsian várjuk a következő évadot, hiszen fantasztikus előadássorozat lesz a színházban ebben a következő évben is. És hát bízom benne, hogy falsős szerepekben láthatunk, nincs kétségem felőle, hogy így lesz. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. És akkor hajrá, Decsi Edit. Illetve kedves nézőink, tehát hajrá, Decsi Edit. Fehérvári beszélgetéseket látták. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Viszontlátásra. Thank you.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.